Javában tart a szüret a vörösborairól híres aradhegyaljai borvidéken. Az évjárat jó, a termés szép és egészséges. A koronavírus járvány miatti értékesítési nehézségek és a korlátozó intézkedések viszont próbára teszik ezt az ágazatot is. A megfelelő időjárásnak köszönhetően úgy tűnik az idei év is kadarka évjárat lesz Aradhegyalján. A ménesi talajösszetétel és a klimatikus adottságok elsősorban a nagy minőségű vörösborok előállítását teszik lehetővé a történelmi borvidéken. Elsősorban ugye a ménesi kadarka, amelyel már 1723-ban Gróf Gasalfa és Antal foglalkozott a borvidéken, és ő készítette ebből a fajtából először a világon készített vörös aszút. Bala Géza közismert bortermelő jelenleg 124 hektáron termeszt szőlőt, többségében kéket vörösboroknak. Pincészetében elsőként a pezsgőnek való szőlő került présházba szeptember elején. Az egyes szőlőfajták érésének függvényében pedig október közepéig még elhúzódik a szüret a borvidéken. Mi nem mindig a nagy mennyiségre utaztunk, egy ilyen 60-70 más a termés, hektáronkénti termés azon a kék szőlőnél, és egy ilyen 80 más a fehér szőlőnél. Tehát körülbelül ennyire állítjuk be már meccéskor, tavasszal a hektáronkénti terméshozamot. Mivel több hónapon át zárva tartottak az éttermek és a teraszok, a borok értékesítése jelentősen visszaesett. Ráadásul a határok lezárásával teljesen leállt a borturizmus is, megcsapant az anyaországi látogatók száma a pincészetben. Ennek ellenére Bala Géza bíztató jelnek nevezte, hogy egyre többen érkeznek Székelyföldről, Kolozsvárról vagy Marosvásárhelyről, hogy megismerjék a nagymúltú borvidék történetét és borait.